Magyarország legnagyobb környezetvédelmi katasztrófája után elkeserítő volt a helyzet. A szakemberek akkor úgy látták, hogy a teljesen kihalt élővilág helyreállítása hosszú folyamat lesz. A természet viszont a vártnál gyorsabban regenerálódott, és a katasztrófa után két évvel sokat javult a növény- és állatvilág állapota. Ezt támasztják alá azok a mérési eredmények, amelyeket a 95 kilométeres folyó több pontján végeztek. A vízminőség védelme szempontjából az akkori bevatkozások pozitívak voltak. Ezt nem lehet vitatni, Biológiailag sajnos nem, mert hát nyilvánvaló hogy ez egy, ez egy volt viszont a marcal helyre áll, tehát újra él, növényvilága, állatvilága megvan. A tapasztalatok összegzéseként a reflex javaslatokat is készített egyebek között a folyó vízminőségének további védelmére és a hal telepítés érdekében. Süllőket ugyan telepítettek már a marcalba, a reflex azonban jobbnak látná a csuka telepítését az adott természeti környezetbe.